Hello, sziasztok! Megint itt vagyok egy újabb Manhunt videóval. Ugye az előző videóban sikerült megcsinálni a negyedik pályát, és minden pálya után kapunk egy plakátot itt a bónusz fetúsba. Viszont az a probléma, hogy ugye az előző pályát azt csak két csillagra tudtuk megcsinálni. Úgyhogy erre most nem kaptunk posztert, mert csak háromra kap az ember posztert. De majd egy különálló videóban majd szó lehet arról, hogy majd visszamegyek, és akkor újra megcsinálom. Viszont most, ha már úgyis sorban megyünk a játékon, igen, itt lehet látni, hogy hány csillagra sikerült. Hogyha úgyis sorban megyünk a játékon, akkor menjünk igazán tényleg sorba. És akkor most folytassuk onnan, ahol a baj. Na jó, hát igen, most egy kicsikét nem át, hogyha átgondoltabban játszunk, mert az előző pályán az úgy eléggé erős volt. Vártam, hogyha ők is benne lennének ebbe. Igen, mit láthatjátok, azért most azért a patchnek köszönhetően, ugye az első pályát még patch nélkül csináltam, de most már egészen stabil lett a játék, most már interaktívabb az AI is, ami azt jelenti jelen pillanatban, hogyha el akarod őket mozdítani a helyükre, akkor elmozdulnak. Viszont szépen csöndbe, hátulról most már mindet meg kell cseszni. Valamelyik falat jól lefessük, várja azt itt. Ez amúgy meleg is, mert az övéből látszódnak a szivárvány színei, tehát biztos, hogy homoszexuális volt szegénykém. De most már megoldottuk ezt a problémát. El kell tüntetni a hullát, mert ha észreveszik, akkor ide fognak gyűlni és össze-vissza járkálgatnak, az pedig nekünk nem jó. És éppen csöndbe hátulról elkapkodjuk mindent. Hát nem pont így, de valahogy hasonlóképpen. Na majd most. Hát, ez most csak fehér lett. Nem baj, majd a következő. Majd a haverja. Na, észrevette a hullát. Vagy mégse? Mégse, jó van. Patkányok fogják megzabálni a hulládat, hülye gyerek. Nézd meg a piros kantárjába. Fú, de idióta. Oda nézd, milyen kibaszott ronda gyerek. Hogy lehet így felöltözni? Nesze. Ez is homoszexuális volt, az övében látszódott ennek is a szivárvány. Bum, megoldottuk. Most már nincs több homoszexuális ezen a szeméttelepen. Jó van, akkor engedjél. Nagyon jók voltunk, helad befőtre. Egyáltalán nincsen most szükségünk. Viszont... Óhó, mit látok? Óhó, egy jó gáztűz helye! Tesó, ezt hazavisszük, várjál! Tehát ahhoz képest, visszatérek megint, hogy 2003-at írunk, azért az nem semmi. Komplett gáztűzhelyeket lehet ellopni. Kár, hogy nem lehet megfogni. Na, menjünk is tovább. Na, hát nincsen ezzel semmi probléma, hát mindenki szokott pornót nézni, például most is mindjárt meglátjuk, ha oda nézünk. De ez kamu, hát nem is, nincs is kép. Hát ott lehet látni, hogy nincs kép azon a tévén.
Hát ez kamu. Ezért meg most megbaszom. Gyere le, te dagad, geci. Ebből is lehet látni, hogy a hang az lassabban terjed, mint a fény, mivel a hang az még mindig jön, de a fény az már eltűnt. Illetve a kép, bocsánat. Bizony, azt valaki tönkretette. Hú, meg a fejedet is mindjárt tönkre fogja valaki. Ezt figyel! Te dagad, majom. De tényleg, majom olyan arca van, de tényleg, úgy néz ki. Figyeld, figyeld! Figyeld! Figyeld, hogy majom áll arca van? Figyeled? Látod, hogy milyen majom feje van? Oda néz! Azt a kurva, átlátok a fején! Gecó, ezt figyeld! Azt kurva élbe, ez beteg. Ussolj már el! Ki kell vágnom a videóból a végén? Nézd meg! Oké. Okay. Savpont, fasza! Remélem a pálya végéig azért nem fogjuk ezt végig hallgatni. Oh, hello, itt mi van? Lőszer! Oda néz! Hát bazd meg! Nézd meg, hogy rábugolt. Ha mi hangszórója van ennek a gyereknek? Oh, hello. Van a befőtt, de arra most nincs szükségünk. Srácok, én megpróbálok kitartó lenni és végig nyomni ezzel a hangbuggal, de... Nem ígérek sokat. Árnyék, hol van már árnyék, geci? Hát bújjak már el, bazd meg! Szevasz! Most basztam szájba a baseball ütőmmel az ikertesódat. Bizony. Most te is jössz mindjárt. Csá! Jó van. Igen, tehát ezzel meg az látszódik, hogy a maszk, ugye a maszk az valóságban is nagyon sokat kitakar az embernek a látószögéből, olyan kb. Mintha egy lónak ellenzője lenne. Hát itt is az nyilvánult meg ugye, hogy ott voltunk a perifériás látásában, de nem látott, nem vette észre minket. Ugyebár... Na akkor próbálj meg megkerülni még egyszer ezt a kerítés esdit. Nagyon jó. Oh! Hidden Shethret. Helad befőtt! Gyere ide! Ó, oh, itt is egy sappont. Itt viszont mentünk egy-egy gyerekek, mert én ezt nem bírom már tovább. Én ezt eddig küzdöttem. De mindig lehet hallani. Bocs, srácok, ezt inkább visszatöltöm, mert ezt fú, bazd meg, ezt fölbasz nagyon. Vagy a gépet, vagy a monitort, hogy valamit ki fogok baszni az... ablakon. Vagy lehet, hogy most mind a kettőt. Oké, nem baj, most már ezt is tudjuk. Jó, tehát figyeled, nem, hogy nem adódik össze, de nem is akkor mentesz, amikor akarsz, hanem a kazetta pozícióját mented el. Nem baj, mert legalább fejlődünk, meg haladunk, mert ezt is most megtudtuk végül is, tehát nem rossz. Szét fogom baszni az agyadat. Oh.
Veszettet, buzi. Ó, mi van itt? Befőtt! Az előző mentésnél jó lett volna, de most már ezt is kiküszöböltük. Igen, ráadásul nagyon gyorsan szaladgálnak most már. Tehát nem is gondolkodnak, egyből mennek, ami tök jó, mert hatásos volt az a kis szar. Haló? Te is kapsz egy szép sárgát a fejedre. Befőtt nem kell. Ugye itt volt a lőszer, hát most már legalább nem dugnak a háttérbe, hát ez is azért valami. Ez is haladás. Egy-két patkát eltaposunk útközbe. És most fáradok el. Ah, jó, megvan. Piros lesz. Piros lesz a fal, figyeld, az ott. De most mitől lett véres a kamera? Nagyon jó. Tényleg kellene már végre valami gyorsabb fegyver, vagy nem tudom. Ezért mindig végignézni, vagy valami más fegyver, vagy valami, mert ezt mindig végignézni, hát az meg belehűlök. Nagyon fasza. Igen, a zöld. Zölddel pedig a... az objektívát jelöli a játék. Ez itt pedig egy beépített mosógép, amit láthatjátok. Egészen frissen beszerelve, azért zöld még. Ide pedig jól el lehetne bújni, hogyha el lehetne, de nem lehet, mert... Egyébként ez is egy olyan kocsi, ami visszaköszön. Mert ha jobban megnézitek, ez például a GTA San Andreasban is benne lesz. Nagyjából ugyanúgy, ahogy most van, csak egy kicsikét át lesz méretezve. Ez lesz az egyik ilyen securicar. Nem, fasz, nem, ez a izé lesz, ez a... lopós. Amikor, ha beszállsz, akkor lehet izélni, ukránkodni, majd éjjelente betörsz a szomszédokhoz, aztán mindent elviszel. Azért van itt ez a sok hordó is, mert már ez is lopva van, ebben amúgy gázolaj volt, csak hát elfogyott. Igen, ez a gázolajnak a régi fajta jelölése, ez a piros faszom. Igen, nem a biohazard, mert az sárga, nem piros. Jó, faszra lesztek ti is húzva mindjárt. Ide letesszük. Aztán szépen becsalogatjuk őket. Ez lenne a taktikám. Nézd meg, ott észrevett volna, itt nem vesz észre. A csillogó kopasz geci fejem itt már nem látja. Piros maszkos kurva anyádat. Amúgy a piros a köcsögök színe, csak mondom. Úgyhogy most nagyon szét lesz baszva a köcsög picsád. Nagyszerű. Esküszöm, unalmas már. Nem baj, újra töltök. Menj oda! Nagyon jó. Ó, betyár libikóka!
Még libikókázni is lehet ebben a játékban, figyeld! Közben az északi sarkcsillagot keresem, hogy ez vajon merre található, de úgy látom nem igazán kapott most ebbe a játékba túlságosan sok szerepet a GTA-khoz képest. Hello! Ups! Ez az. Gyere, itt vagyok. Hoppa! A pokoli szomszédokra emlékeztet ez a játék ilyenkor így. Amikor főbaszod a szomszéd agyát, és akkor így elkezd izélni, hőbörögni. Annak van hasonló animációja. Szőtöz bassza a kutyát mindjárt. Nagyon jó. Na hát ez is megpusztult. Merre van az előre? Nem. Erre, tényleg, ne. Vagy igen, nem? Az eltévedtem ezen a szutykon. Hát már fő, buzi. Elnézést, te homoszexuális. Eltűntem. Baszki, eltűnt. Nem hiszem el, hogy már megint eltűnt. Amúgy egyébként hangeffekt narrátornak is el szoktam néha-néha menni. Kapok egy-egy ilyen állást, nagyon jól fizet. Tényleg. Abból építettem ezt a nagyon jó PC-t. Befőtt. Befőttet most nem kérünk. Na most mi van? Aha! Igen, és ez is vissza fog majd köszönni, ugyebár a San Andreasban. Elbasztam. Elbasztam. Hát jó. Én ezzel nem fogok szórakozni. Nincs nekem ahhoz lelki erőm. Elad befőttet ide. Mindjárt elbújunk valami sötét sarkon. Szuper. Ez itt meg egy izé. Kubelwagen volt, csak lebontották kicsikét, mert túlságosan zajos volt, ezért légiesebbre építették. Hát most aztán geci légies lett. De valami eső, hogy arra kell majd lemenni, de nem akarom megint elbaszni az egész pályát. Ah, kurva anyátokat. Szóval nem akarom megint két csillagosra elbaszni. Jó lenne azért most már hármasra. Dobunk haverjának oda valami ízét. Hát, vagy nem, mert láthatatlan falszindróma a kurva anyádat. Érdekes. Ilyen gomiba. Szabasztok! Anyád is föl kell a haverja. Befőtt! Elbújtam. Jöhettek. Nem? Igen. Jó. Jó, figyelj, ott vagyok. Hát nem itt, de mindegy. Úgy is jó.
volna fel a pátok a faszára. De nem! Nézd meg! De a kurva anyádat már! Megint végignézhetem a haveroddal, ne aggódjál. Ott repült a spanod agya, látta az hülye gyerek? Hú, geci. De érdekes, hogy ők nagyobbat sebeznek vele, mint én. Veregessen beléd. Nem takarodsz el a kurva anyádba? Itt jön a Ultimate finalizálás, te buzi! A kurva anyád! Ó, oh, mit kaptam? Semmit, faszom. Ez az végre egy kék fegyver. Ja, baszki, ez a... Hát jó, akkor menjünk tovább. Mondjuk ezek nem tudom, hogy jöttek át a falon amúgy. Ez speciál tényleg. Befő! Ez itt pedig egy... Yardi lobó volt egyébként a GTA 3-ból. Az pedig a... Az a... Párduc mintás geci kocsi volt. Vagy pedig ez Stallion, vagy a kettő közül valami. Igen, biztos. Tuti biztos vagyok benne. Még bólya is van itt, minden van itt, apám. A Kressz iskolát össze lehet belőle rakni. Na most merre kell menni? Nézzük, hogy mi van erre. Meg hogy jöttek át ezek itt a falon, mert nagyon érdekes. Savpont, fasza. Hát akkor szerintem itt kurvára savolunk egyet, mert úgyse akkor savolódik, amikor kéne. Viszont igen, ez, erre kell majd jönni. Arra mi van akkor? Valószínűleg egy befő. Vissza kell menjünk, srácok, mert élünk, halunk a befőttekér. Különösen a mustáros becsinált befőttér. Krumplis befőtt. Nincs. Hát akkor itt nem tudom, mi van. Nem tudom, mi értelme van ennek akkor. Hát zabálják a dökkéseljük amúgy a hullájukat, viszont még a patkányok is oda néz, még a patkányok is oda mennek lakmározni belőlük. Hát én itt csak jót teszek, esküszöm. Na. Térjünk is vissza. A hétfő délelőtti elfoglaltságunkra. Befő! Hello! Anyád, hogy van? Fragile. Ó, bazen most összetörtem benne három poharat. A kurva anyádat! Rendesen megijedtem. Itt is egy befőtt, de azt elraktározzuk későbbre. Te most itt hova mész? Te most itt mit fogsz érezni? Jó, ide már úgy se jön utána, mert nem szeret lépcsőzni, láthatjátok, hogy... Csúrikám falábú! Ah, kurva anyját!
Elegem van már, bazd meg. De nézd meg, ő meg átlő azon a szaron. Gyűlöllek, te geci, gyűlöllek! Csak legyek már ott, hogy szétbaszhatom az agyad. Na végre. Most itt mit érzel, hogy oda mész? Most komolyan. Legyen az a zöld fal inkább piros. Nesze. És egyébként nagyon jó kamera beállítás volt. Nagyon sok újfajta játéknak például az a happy, hogy ilyenkor belemegy a falba a kamera, tehát konkrétan nem látsz lófasz se. Volt még odalent valami vajon? El van szarva, menjünk. Faszom bele, menni kell. De hogy most már mindegyik lövöldözik? De hogy a kurva anyátokat remélem tényleg esténként megbasszátok mindannyian. A pálya elejéig visszakergetsz, hogy mi a faszom van veled? Á, úgyse szeret semmelyik se lépcsőzni, mert jaj! De hogyan már meg kell mozdulni. Na most mi van? Takarodjál vissza anyádba! Faszomat már. Sajnos nem vakok. Bármennyire is szeretném. Ide legugolok, kulázok addig egyet. Gyere ide! Befőd, gyere ide! A homlokára van írva, hogy köcsög amúgy. El tudtátok olvasni? Oda van írva tényleg. Aki az anyját megbaszta, az is oda volt írva amúgy. Csak mondom, hogy ha nem láttátok volna, akkor egyébként oda volt írva tényleg. De tényleg. Ezeknek meg én fogom odaírni mindjárt a hapolós filztollal, hogy megbasztam az anyámat. Hát de most mondd meg! A kurva anyádat! Hogy a faszopó kurva anyádat! Jó van, bazd meg! Fú, geci. A kurvák vére folyjon patakokba a kurva anyátokra! Fölmegyek, bazd, felakasztalak titeket a kislábujatoknál fogva. És mit csinál? Hova mész? Most hopp, mit csinálsz, te foszka? Vú, bazd meg! Na jó, akkor most már nem a szépségre fogok menni, hanem a gyorsaságra, mert már kurvára elegem van ezekből a cigányokból. Már elnézést. Most viszont jó, mert nem kell befőtt. Amíg ide jössz, újra töltök.
Nagyon jó. Föl fogom dugdosni, bazd meg egyenként az összes kurva szöget, bazd meg a picsádba. Kurva anyád, gyere ide. Az még fütyüré, a kurva ezt figyelte, buzi, ezt fütyürézd! De faszapó! Gyere ide. Gyere ide, megmutatom a haverodnak, mi a faszon vár rá. Ez vár rád, buzi! Ugyanolyan szépen fogsz kinézni. A picsába ezt elbasztam. Itt van egy csomó libikóka. Bassza meg, ezt sem akartam fölvenni, na mindegy. Van sappon? Nincs sappon. Jajaj. Ó, ezt elfelejtettem, hogy van ilyen. De nem mindnek, bazd meg! Nézzük, mekkora gangbanget művelnek itt. Jackie Chan! Faszopó! Végignézi a haverod megint. Mert egy faszkala. Látod, mekkora faszkala? Címeres. De legalább nincs fegyvere. Van is valami. Láthatjátok, nem szeretnek lépcsőzni, mert ezek a faszopó fejűek. És a faszopó fejűekről pedig azt érdemes tudni, hogy nem tudnak és nem is szeretnek lépcsőzni. És megfordultál? De ő megfordulhatna már. Hát jó, hát akkor én addig elfoglalom magamat. Csá. Na, hulázzunk megint egyet gyorsan. Nem tudom, mennyi időnk maradt még. Geci, már így is fél órája szopok ezzel a szarral. Nem jó, mert meg fognak fordulni. De a... Faszomért forogsz ennyit? A kurva anyádba forgasd így a faszodat, te köcsög! De nézd meg a buzit! Na jó, kész elegem. Nem érdekel. Ennek most bezúzom a koponyáját. Te büdös köcsö! Itt nincs árnyék, jó? Most már ezt is tudjuk. Itt nincs árnyék. Itt nem van. Na ne. És könyörtelen is. Mert már tele van a fasz a veletek. Nagyszerű. Na nézzünk körül egy kicsit a libikókák mellett, mert kell a helad befőtt, és nem. Jó, nem baj. Hát akkor mehetünk egyből tovább, hát ez tök jó. Libikókázzunk. Ez így roba? Hát nem kéne próbálkozni, mi? Most már végre megvan. Befőtt.
Na, dobbál rá. De hát rád esett a választásom, hogy szájba kúrlak. Hát ez így most kurva jó. De nem lőhetem őket agyon, mert megint szar ratinget kapok. Aha, úgy tűnik, hogy 30 szög, ennél a szarnál a maximum. Befőtt. Nézd meg. De miért spamot nyomsz a kurva anyádat? Te bagoly fejű geci! Befőtt. Na jó, nincs mese. Mondja ezt, hogy idióta majom fejük, geci. Ne, hallod? Mit mondok a csak? Honnan? Na jó, menjünk már ki ebből a szarból, bazd meg, mi a faszom? Most ez mi? Hogy az összes kurva anyádat! Mi van? Nem.